Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében címén indult az a projekt, amiben a Nyíregyházi Egyetem konzorciumi tagként vesz részt. A debreceni, valamint az Eszterházi Károly Egyetem oktatói és hallgatói összehangoltan végzik az agrárgazdasági kutatásokat, közösen hasznosítják az eredményeket az egész Kárpát-medencére kiterjesztve. Alapvetően a talajvíznek a hasznosíthatóságát, a talajvédelem és a fenntartható gazdálkodásnak a összehangolását, ezek jelentik a fő célkitűzést, de a mezőgazdaságnak nagyon fontos szegmense és egyre inkább fontosra váló szegmense az, hogy precíziós módon végezzük mindezeket a tevékenységeket, tehát így a precíziós gazdálkodás is megjelenik a kutatási témák között. A Nyíregyház Egyetem fenntartható tápanyaggazdasági műhelye három témában végez kutatást a projekten belül, az ökológiai és konvencionális gazdálkodásban használható szerves trágyaszerekkel végzett kutatások mellett a zöld trágya növények, valamint az úgynevezett pillangós virágú tápanyaggazdálkodásban jelentős növények hatását vizsgálják. Már összebeállítottunk egyes kutatásokat, mások tavasszal indulnak, tehát igazság szerint csak a betakarítások után várható, hiszen jó hatásuk van ezeknek a talaj fizikájára, kémiájára, biológiájára, de összességében az a legfontosabb, hogy az utóvetemény egész egyszerűen többet terem tőle, vagy sem. Tehát gazdaságilag is hasznos ez, vagy sem. És itt kapcsolódik ez a termelők irányába is, hogyha megfelelő technológiákat tudunk kidolgozni, akkor azokat nem feltétlen a tudománynak kívánjuk átnyújtani, hanem ismeretterjesztő cikkek formájában leginkább a termelők felé eljutatni ezt. A kutatásban a hallgatók is részt vesznek, ők egyéves ösztöndíjat kapnak. A hallgatók a kutatókkal közösen dolgoznak, az arról készült beszámolójuk akár egy szakdolgozat vagy tudományos diákköri dolgozat alapja is lehet.